Szabadka egy vissza nem térítendő pályázaton 6,5 millió eurós összeget kapott, amely a Palicsi és a Ludasi tó biodiverzitásának megőrzését hivatott segíteni. A beruházás több részből áll össze. Ez a szivattyú állomás, ahol ma állunk, ez egy pontja ennek a projektnek, ahol valójában 1982 óta működik a szivattyú állomás, de azt a vizet ugye tisztítatlanul ebben nyitott csatornába öntötte, és ez a nyitott csatorna pedig direkt a Ludasi tóba ment, így ezzel direkt módon szennyezve a Ludasi tavat. Na most július közepétől kezdve ugye egy próba üzemben be van indítva ez a szivattyú állomás, amely azóta folyamatosan dolgozik. Tehát a szivattyú állomás juttatja el a szennyvizet a városi szennyvíztisztítóba, ezzel is védve a környék természeti értékeit. A KFV bank által támogatott Ecolacus terv keretében építették ki a szivattyú állomást is. Dr. Pásztor Bálint kiemelte, a szabadkai városvezetésnek célja, hogy mindenhol kiépüljön a csatornahálózat. A Tiszta Szerbia program keretein belül beadott pályázata a városnak, amely értelmében 110 km csatornahálózat épülne az önkormányzat területén, 48 km a városban, 12 km Palicson, hiszen az Ecolacus projektum keretein belül kiépül 17 km szennyvíz csatorna hálózat Palicson, de 12 még hiányzik ahhoz, hogy teljes egészében lefedetté váljon Palics ebből a tekintetből, és 25-25 km fog kiépülni csatorna hálózatból Bajmokon, illetve Csantavéren, és a két utóbbi településen szennyvíztisztító is kialakításra kerül majd. Szakállas Zsolt tartományi oktatási titkár hangsúlyozta, a tartományi kormány eltökélt célja, hogy a környezetvédelem kiemelt szerepet kapjon. Elmondhatjuk, hogy a hatalmi szintek közös erőfeszítéseivel többre jutunk, mint egyenként. Ez abban nyilvánul meg a Vajdaság autonóm tartományt illetően, hogy több titkárságon is, de úgy szintén a nagyberuházási igazgatóság révén is nagyobb méretű projekteket tudunk támogatni. Így került megvalósításra a Topolya és a Kishegyesi szennyvíztisztító telep megépítése. Sugár György, a vízművek és csatornázási kommunális közvállalat igazgatója kiemelte, azok a háztartások, akiknek van lehetőségük, csatlakozzanak a csatornahálózatra.